Bár a jelentős áremelkedések miatt más önkormányzatokhoz hasonlóan nem volt egyszerű dolga 2022-ben a bonyhádi városvezetésnek sem, mégis elmondható, hogy a költségvetésben kitűzött célokat meg tudták valósítani, mondja a pénzügyi osztályvezetője, sőt az energiatakarékossági intézkedéseknek, korlátozásoknak köszönhetően még spóroltak is. Az év során azt mondhatjuk el, hogy a bevételek maximálisan teljesültek, és mintegy 50 millió forinttal túl is teljesültek. A kiadások tekintetében pedig összefoglalhatjuk azt, hogy az intézményrendszer működése stabil volt, a város üzemeltetési feladatok finanszírozása biztosítható volt, a segélyek, a különböző támogatások folyosíthatóak voltak, és ezek a költségvetés keretein belül tudtak megvalósulni. Az éves költségvetés, vagyis a 4,8 milliárd forint mintegy 80%-át használta a működtetésre az önkormányzat, a fennmaradó 20%-ot pedig fejlesztésekre fordították a városban. Az évet azt gondolom, hogyha egy önkormányzatnál eredményt lehet számítani és gondolni, az Bonyhád város önkormányzata esetében maximálisan eredményes volt, hiszen a gazdálkodás évét az önkormányzat tartalékkal, soha nem látott volumenű záró pénzkészlettel zárta, amely több mint 600 millió forint volt az év végén. Ez a 600 millió forintot meghaladó összeg a 2023-as év költségvetésének stabil alapját képezi, aminek köszönhetően még több tervet tud megvalósítani ebben az esztendőben a bonyhádi önkormányzat.